Nem hallak, nem hallasz, ha hallak, ha hallasz, nem értem, nem érted a szavadat, a szavamat. Azt írod, furcsának érzed az életed, én is az enyémet. Sokszor, mintha hontalan lennék a saját városomban. Lehet egy fa, egy fűszál, bárki hontalan a saját százholdas pagonyában. Hány fát kell kivágni hozzá, hány fágot kell letörni, hány ember, hány élőlény jogát kell megsérteni, hányszor kell újrajönni a történelmet, közelébe se jutva annak, ami történt, hányszor kell tagadni, hogy hibáztunk, hányszor kell erősnek látszani, hányszor kell észre sem venni az akusztikai elkülönülést, nem hallak, nem hallasz, ha hallak, ha hallasz, nem értem, nem érted a szabadat, a szavamat, még volt egy álmunk, hányszor kell elfelejtenünk, mikor Martin Luther King nem tudta elkezdeni a leghíresebb beszédét, Erita Franklin odalépett hozzá, és a fülébe sokta. Martin, beszélj az álmodról! Martin beszélt róla. Volt egy álmunk, hányszor kell még elfelejtenünk, 1989 kitüntetett pillanat, álomvalóság ritkán adatik. Leomlott a berlini fal, ha ez még mond valamit. Diktatúra és tervgazdaság helyett demokrácia és piaszgazdaság ebből lett a kártyavár. Osztály szerinti rasszista, térbeli és akusztikai elkülönülés és elkülönítés külföldre kergető pontja minden egész újra eltörött. 30 évvel 1988 után, amikor a fidesz alapítottuk, 30 évvel 1958 után, amikor felakasztották Nagyimlét, akinek a szobrát most máshová teszi az utót párt, akusztikai elkülönülésünkben a szűkülő szabad terekben sem tudunk beszélni, erről sem, vagy beszélni, igen, megbeszélni, nem, megint nem. Ginsberg üvöltése, ez a slam sem nyomtatvány kitöltése, ez erőszakmentes üvöltés, első lépésként ledönti az akusztikai elkülönülés bennünk lévő látható és láthatatlan falait, halljuk, mit mond a másik, ha végre mondunk valamit, legalább az öntelt tudatlanságunkat adjuk fel, vegyük észre stratégiailag és professzionálisan lerombolják a földet, pontosabban leromboljuk. Micsoda közhely! De tényleg itt van az a seregnyi, egyenruhás férfi, akik arról konferenciáztak, hogyan termelhetnek és adhatnak el még több légfisítő berendezést. Álomszerű jelenetben láttam őket, nem volt szép. És nem csak azért, mert nem volt benne nő, a tulajdonságok nélküli férfiak ijesztően tudták, hogy kell csinálni, amit csináltak, semmi nem tudtak, amit tudni érdemes, ha tudtak, nem törődtek vele, a kicsit mégis az nem volt elég. Nem volt elég, hogy megállítsa őket. Menetelnek, 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 menetelnek. faszra mutató nyakendőkben, fekete öltönyökben, fekete sereg. Nem Mátyás búsada, egy sokkal veszélyesebb nem hallak, nem hallasz, ha hallak, ha hallasz, nem értem, nem érted, szavadat, szavamat. Mikor Martin nem tudta elkezdeni a beszédét, Erita a fülébe súgta. Martin, beszélj az álmodról! Van egy álmom,